Sziasztok, én Ádám vagyok, itt a szombat, aminek a legnagyobb csúcspontja a Weekly Fix, legalábbis nekünk, úgyhogy el tudjátok képzelni, mennyire eseménydús az életünk. A hét viszont tényleg gazdag volt eseményekben. Össze is gyűjtöttük nektek a legfontosabb híreket, és többek között beszámolunk két neves PSS játék pletykát visszatéréséről, és a 20th Century Fox nagy terveiről. Csapassuk! Kevés annál közismertebb szöveg van a Marvel moziverzumban, mint az Én vagyok Groot, a galaxis őrzői feltűnő falényének teljes szókincse. Egy képregény szerint azonban Groot először nem is ezt mondta. A 2015-ös The Infinity Gauntlet című limitált képregény sorozat tulajdonképpen feltárja Groot eredet történetét, akire a galaxis őrzői az egyik végtelenkő felkutatása során lelnek rá. Az őrzők egy erdőben keresik a követ, és úgy vélik, hogy azt az egyik fa gyökerei között rejtették el. Erről a fáról aztán kiderül, hogy valójában élő, és nem egyszerűen végighallgatta az őrzők diskurzusát, de néhány szót meg is jegyzett magának, amiket aztán szépen vissza is mond. Ezek a szavak az I, azaz szem, a hm, a gru, azaz növeszt, és a root, azaz gyökér. A falény pedig a következőt mondja, I grew root, amire az egyik őrző megrökönyödve visszakérdez, ez tényleg azt mondta, hogy I am Groot, azaz én vagyok Groot. Hát nem, de innentől kezdve azért Groot is átállt erre a szövegre, és a nevét is innen kapta. Bár mostanság nem panaszkodhatunk a Sony PlayStation exkluzív címeire, vannak olyan franchise-ok, amik így is régóta parlagon hevernek. Egy szivárogtató szerint azonban két nagy neves sorozat is feltámadhat a közeljövőben. Az Account NGT nevű benfentes szerint az idei év nagyon erős lesz PlayStation fronton, több bejelentésre is számíthatunk a Sony-tól, elsősorban jól bejáratott IP kapcsán. Állítólag lesz egy State of Play előadás márciusban, ha bár ezen a kiadó még nem fogja előni az összes meglepetését. Na de Account NGT szerint azt biztosra vehetjük, hogy az Infamous és a Sly Cooper sorozathoz is bejelentenek majd egy-egy újdonságot. Hogy folytatásokról, remake-ekről vagy remasterekről van szó, az egyelőre nem világos, de mivel a Sly Cooper szériából 2013-ban kaptunk új felvonást, a szuperhősös Infamous-ből pedig 2014-ben jelent meg az Infamous Second, így lényegében bármilyen bejelentést örömmel fogadnánk. Ti milyen újdonságnak örülnétek a két sorozat kapcsán? Esetleg van más olyan PS exkluzív cím, amely feltámadásának jobban örülnétek? Írjátok meg kommentben! Mielőtt rátérnénk a villámhírekre, szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy új nyereményjáték indult az IGN Shopban, melynek keretében március 4 és 31 között minden héten értékes ajándéktárgyat nyerhettek, első körben ezt a Dumbledore Sherlock filmes relikviát. Ehhez nem kell más tennetek, mint bármilyen értékben rendelni az IGN Shopból FoxPost szállítási móddal, és a rendelést át is venni. A nyeremények minden pénteken lepleződnek le, szóval érdemes hetente visszanézni az oldalra. Március 7-től, azaz hétfőtől szinte már sehol sem kell maszkot viselni, így a mozikban sem, és a védettségi kártyákra vonatkozó szabályokat is kivezetik, azaz szabadon látogathatjuk majd az uszodákat, koncerteket. Egy japán cég külön szabadságot rendelt el a dolgozóinak, hogy azok nyugodtan játszhassanak az Elden Ringgel a megjelenés napjaiban. Nos, abban megegyezhetünk, hogy a BKV bérletnél lesz sokkal jobb céges juttatás. Hogy mi az az Elden Ring? Nyomás megnézni a tesztünket. A Netflixről eltávolított Marvel sorozatok Amerikában, Ausztráliában, Angliában és Új-Zélandon a Disney Plus-ra költöznek, méghozzá már március közepén. Hogy nálunk is megtalálhatóak lesznek a nyáron induló streaming szolgáltatón, az még a jövő zenéje. Megbízható szivároktatók szerint a tavalyi The Game Awards-on bejelentett Star Wars Eclipse sajnos csak valamikor 2027-2028 tájékán jelenhet meg, ugyanis a fejlesztő Quantic Dream nehezen talál új munkatársakat, méghozzá az elmúlt időszakban kirobbant zaklatási botrányaik miatt. Az elmúlt évek egyik legnagyobb üzleteként a Disney felvásárolta a 20th Century Foxot, és úgy tűnt, hogy ezt leginkább a katalógusa miatt tette, de most kiderült, hogy a stúdió nem került tetszhalott állapotba, mi több, nagy tervei vannak a jövőre nézve. Steve Asbell, a 20th Century Fox feje a The Hollywood Reporternek adott interjújában fejtette ki, hogy milyen programmal készül a stúdió a következő évekre. A vezető szerint a stúdió egy szintre került a Disney többi nagy divíziójával, így a Pixarral, a Marvellel, a Lucasfilmmel és a Walt Disney Animationnel, és az anyacéghez illő, de annál kicsit merészebb filmeket is gyártanak majd. Azaz várhatunk majd tőlük felnőtt vígjátékokat, horrorfilmeket, thrillereket is. Ezek javarészt a Hulun, illetve nálunk majd a Disney Plus alcsatornáján, a Star Plus-on debütálnak.
debütálnak majd, és itt évi legalább 10 filmre kell gondolni, de lesznek mozis bemutatók is. Ezből megerősítette, hogy idén tuti bemutatják az Avatar 2-t, szóval nem lesz további halogatás, és James Cameron megint a földbe döngöli majd vele a világot. Nyáron jön az új 300 évvel ezelőtt játszódó ragadozó film Prey címen, még idén elkezdik forgatni a Majmok bolygója legújabb változatát Wes Ball rendezésében, lesz újabb Poirot film is Kenneth Branagh is tápolásában, sőt a tavaly nyáron óriási sikert arató Free Guy-t egész franchise-á szeretnék bővíteni. Szóval a 20th Century Studios egyáltalán nem halott, csak most indul be igazán. A február végén kirobbant orosz-ukrán konfliktus a videójátékos ipart is megrengette, számos cég, kiadó és stúdió reagált a helyzetre, ki így, ki úgy, ezekről számolunk be a továbbiakban. Rengeteg videójátékos cég döntött úgy, hogy azonnal a háború károsultjainak megsegítésére siet. A CD Projekt Red például 1 millió lengyel zlotyit, azaz mintegy 78 millió forintot ajánlott fel, az Embracer Group 1 millió dollárt oszt szét humanitárius szervezetek között, a Ubisoft minden extra anyagi támogatást megad az ukrán stúdiójában dolgozóknak a költözéshez és az utazáshoz. Egy magyar csapat, a Primal Game Studio pedig felajánlott a budapesti stúdióját munkára az ide menekült ukrán fejlesztőknek. Az EA kivette az összes orosz klubcsapatot és a válogatottat a FIFA 22-ből, a GOG leállította működését Oroszországban és Fehér Oroszországban egyaránt, Gabe Newell, a Valve vezetője pedig kilátásba helyezte, hogy lekapcsolja a Steamet Oroszországban, ha nem ér véget a konfliktus mihamarabb. Emellett maga az ukrán vezetés kérte nyílt levélben az Xboxot és a PlayStation-t, illetve kvázi a teljes videójátékipart, valamint az e-sport szegmens szereplőit arra, hogy szankcionálják az orosz és fehér orosz felhasználókat minden lehetséges platformon. Talán mondani sem kell, de bizonyos játékokat és fejlesztőket testközelből sújt a válságos helyzet. A kijevi székhelyű GSC Game World például teljesen felfüggesztette a Stalker 2 fejlesztését, és csak akkor térnek vissza a munkához, ha rendeződik a helyzet. Amennyiben támogatni szeretnétek az ukrán menekülteket, úgy keressétek fel a Budapest Bike Mafia oldalát, vagy a menekült krízissel foglalkozó Facebook eseményüket. Minden idők egyik legjelentősebb filmjének tartják az 1927-ben bemutatott Metropolist, amiből most sorozat készül az Apple TV Plus-ra, méghozzá a Mr. Robot alkotójától. A német származású Fritz Lang közel 100 éves sci-fi-éből rengeteg filmes inspirálódott az évtizedek során, például George Lucas is. A történet egy olyan jövőt mutat be, amelyben a gazdagok felhőkarcolók tetején élnek, a szegények pedig odalent veszélyes gépek között tengődve szolgálják ki a tehetősek igényeit. Ebbe a világba jön el egy megváltó, aki a jóslat szerint megszünteti a társadalmi különbségeket. A sztori a Mr. Robot agytröztjét Sam Esmailt is megihlette, aki már évek óta próbál sorozatot faragni belőle, az Apple-nek köszönhetően pedig most meg is valósíthatja azt. A részletekről egyelőre nem sokat tudni, de a produkció nem direkt remake lesz. A széria csak inspirálódik Lang klasszikusából, szóval valami olyasmire számíthatunk, mint az Alapítvány vagy az Invázió esetében, melyek csak ihletet merítettek az eredeti történetből, és ezek a szériák is az Apple TV Plus-on futnak. Ennyi volt a Weekly mára, én megköszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vagytok, akkor ne felejtsétek el megnézni a csatornánkon a Gran Turismo 7 tesztjét, na meg a Batman spoilermentes kritikáját és spoileres kibeszélőjét. Vasárnap pedig a szokott időben, délelőtt 10-kor újra találkozunk az évezred eddigi legjobb játékait összesítő listánkkal, amiben most egy különösen izgalmas felvonás következik. Hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!